Kisnamény határában lőtték le november 20-án azt a rókát, amelynek laboratóriumi vizsgálatából kiderült, veszett volt. A megyei főállatorvos azt mondta, az már gyanús lehet, ha település területén belül tűnnek fel vadállatok. Megváltozik a viselkedésük, és olyan időszakban is megjelennek az ember közelében, ami normál esetben nem jellemző rájuk. Például az egy róka esetében is nappal bement a településre, és ott sikerült elejteni, tehát ez nem egy megszokott jelenség, bár azért azt is hozzá kell tenni, hogy az állatok is folyamatosan változnak, az emberhez hozzászokhatnak, az ember közelségéhez, tehát ez nem feltétlenül azt jelenti, hogyha találkozunk egy ilyen állattól, hogy veszett, de a legfontosabb ebben az esetben is arra gondolni, hogy igen, valami van a háttérben, és először azt kell kizárni, illetve ha arról van szó, hogy laboratóriumi vizsgálatra kerül, vagy pedig akkor óvakodni kell tőle, hogy ne érintkezzünk az ilyen állattal. A főállatorvos azt mondta, teljes bizonyossággal csak a laboratóriumi vizsgálat tudja kimutatni a veszettséget. A november elején Magosligetnél kilőtt veszett kóborkutya esete óta folyamatosan figyelik a megyében megjelenő rókákat, és az elejtett egyedeket megvizsgálják. Általában a szakirodalom két típusát írja le, van a dühöngő vagy klasszikus veszettség, amikor egy időszak után, egy ilyen bágyadtság, tompultság után az állat agresszívvá válik és támadóvá válik, ekkor más állatot is, illetve embert is megtámadhat, utána a bénulásos tünetek megjelennek, illetve elhatalmasodnak rajta, nyázzanak, rekett hangon ugatnak, vagy esetleg bőgnek, és az idő múlásával a tünetek fokozódnak, a bénulásos tünetek, és előbb-utóbb az állat elhullik. A másik típusa, amikor csendes veszettségről beszélünk, amikor ez az agresszív tulajdonság nem jelenik meg az állatokon, ekkor csak tompultak, és előbb-utóbb a bénulás miatt elpusztulnak. Ha valaki vadon élő állatot lát belterületen, semmiképpen ne közelítsen hozzá. Érdemesebb a rendőrséget értesíteni a 112-es telefonszámon.